Néhány nappal ezelőtt szárnyra kelt egy hír, hogy Hajdúszoboszlón vendégmunkások támadtak meg helyieket. Erről a hírről kiderült, hogy nem igaz, tehát álhír. Most viszont egy olyan esetről számolunk be, ami valóságos. Veszprémben a rendőrség információi szerint megtámadtak és kiraboltak a nyílt utcán egy férfit, és helyi informátoraink megerősítették, hogy vendégmunkások voltak az elkövetők. Bekövetkezett tehát az, amiről a Mi Hazánk mozgalom már régóta beszél, hogy nem csak azért káros a vendégmunkások tömeges behozatala Magyarországra, mert letörik az amúgy sem magas magyar béreket, hanem azért is, mert egy teljesen eltérő kultúrkörnyezetből érkeznek, és komoly közbiztonsági kockázat is jelentenek, amint azt a mellékelt ábra is bizonyítja. A Mi Hazánk mozgalom követeli, hogy az ilyen bűnöző, migráns vendégmunkásokat azonnal utasítsák ki az országból, és legyen vége ennek a tömeges migrációnak, amit a kormány szervez, mert nem véletlen az sem, hogy egy felmérés szerint már a Fidesz szavazóinak fele is ellenzi a vendégmunkások behozatalát. Óriási hiteltelenségi vád ég tulajdonképpen a kormányra, ugyanis a kétharmados győzelmeket sorra annak köszönhette tulajdonképpen, vagy legalábbis annak is, hogy azt ígérte, hogy megvédi Magyarországot a migrációtól. Ez mellett viszont most már azt látjuk, hogy ő az, aki szervezi a migrációt Magyarországra. A Mi Hazánk mozgalom viszont a magyar dolgozó, a magyar emberek érdekében és védelmében megállt szeretne parancsolni ennek a folyamatnak.